Megkezdődött az Amoris Laetitia családév. Interjú a kált katolikus pátriárkával. Segítség a Down-szindrómás gyerekeket nevelő szülőknek. Itt a Római Riportokban. Öt évvel ezelőtt jelent meg Ferenc pápa Amoris Laetitia, a családi szeretet szépségéről és öröméről kezdetű apostoli buzdítása. Az évfordulóval egy időben kezdődött a családnak szentelt különleges év, amelynek szervezéséért a Világiak a Család és az Élet dikasztériuma prefektusa Kevin Ferel bíboros és segédtitkára Gabriella Gambino a felelős. Quest'anno, perciò... Ez az év lehetőség az egyház számára, hogy közelebb kerüljön a családokhoz, hogy ne érezzék magukat annyira egyedül a nehézségekben. Az egyház most megteheti, hogy kíséri őket, figyel rájuk, lelki gondozói kezdeményezéseket indít, hogy nap mint nap növekedni tudjanak a szeretetben. Már nem arról van szó, hogy kudarc esetén lelki gondozói segítséget kell nyújtani, hanem, ahogy Ferenc pápa írja, az Amoris Laetitiában olyan lelki gondozói segítséget kell nyújtani, ami megmutatja a házasság szentségének és a keresztény családnak a szépségét. Szeretnénk, ha ez az év feltárna a szépséget a fiatalok számára, hogy vonzó legyen számukra a házasság ajándéka. A szervezők anyagokat tesznek közzé öt nyelven egy külön honlapon. Köztük javaslatokat, amelyek bátorítják a fiatalokat a családalapításra, vagy segítséget nyújtanak, hogy hogyan lehet megküzdeni nehéz helyzetekkel, a gyerekneveléstől a nagyszülők gondozásán keresztül a családi veszekedésekig. A Vatikán számít a plébániák és a lelkiségi mozgalmak aktivitására is. Per esempio. Például alkalmasak-e szokásaink, stílusunk, időbeosztásunk, beszédmódunk és egyházi struktúráink arra, hogy a családok tényleges életével foglalkozzunk. Fel kell ismernünk, hogy az egyházi struktúrák nagy része valójában sokkal inkább az idősek vagy az egyedülállók felé fordul. Az év első nagyobb eseménye egy konferencia lesz az Amoris Laetitia apostoli buzdításról. Egy másik nemzetközi fórum, amelyet júniusban online tartanak, összehozza a püspöki konferenciák vezetőit, akik a családok lelki gondozásáért felelősek. Közben folyamatosan készítik elő a legfontosabb eseményt, a Családok Világ találkozóját, melyet 2022. júniusában Rómában tartanak. Ferenc pápa találkozott a Fideszkó elnevezésű szolidaritási szervezet képviselőivel. A szervezet több mint 200 önkéntessel, legalább 50 projekten dolgozik világszerte. Vi incoraggio a perseverare su questa strada, rimanendo radicati nella dottrina sociale della Chiesa. È più che mai importante oggi che i fedeli di Cristo siano testimoni di tenerezza. A pápa arra kérte őket, ne veszítsék szem elől keresztény evangelizáló küldetésüket se, hogy ne váljanak egyszerű civil segélyszervezetté. A találkozó végén a szervezet önkéntesei és képviselői énekkel búcsúztak a pápától. Ferenc pápa átvette Haiti új szentszéki nagykövetének, Jean-Jude Picantnak a megbízó levelét. Az új katolikus diplomata a nemzetközi emberi jogok szakértője. A fogadáson jelen voltak a diplomáciai testület tagjai is, akik azt kérték a pápától, hogy áldja meg ezeket a vallásos tárgyakat. A pápa pápasága legfőbb dokumentumait ajándékozta az új nagykövetnek, majd rózsafűzéreket osztott szét a delegáció tagjai között. Accompagnato il signor ambasciatore.
Ezek után arra kérte őket, hogy imádkozzanak együtt franciául. A kihallgatás után Ferenc pápa és az új nagykövet négy szem közt beszélgetett a két ország közös ügyeiről. A Szentszék 1881 óta tart fenn diplomáciai kapcsolatot a Karib-tengeri országgal. Cari fratelli e sorelle. Az általános kihallgatás során a pápa a mianmári erőszakos megtorlások miatt emelte fel a szavát, és megemlékezett ennek a szerzetes nőnek a tettéről is. Tante persone, soprattutto giovani, stanno perdendo la vita per offrire speranza al loro paese. Anche io mi inginocchio sulle strade del Myanmar e dico cessi la violenza. Anche io stendo le mie braccia e dico prevalga il dialogo. Il sangue non risolve niente. Charles Bo bíboros, Yangon érseke egy videó üzenetben kérte a katonaságtól, hogy hallgasson a nép akaratára. From the bottom of my heart for your prayers for Myanmar at this time. Ferenc pápa békét és párbeszédet kért Paraguayban is, ahol a korrupció és a járványra adott lassú válasz következtében emberek ezrei vonultak az utcákra a kormány lemondását követelve. Durante esta semana me han preocupado las noticias que llegan del Paraguay, que se puede encontrar un camino de diálogo sincero para hallar soluciones adecuadas a las actuales dificultades y así construir juntos la paz tan añorada. Recordemos que la violencia siempre es autodestructiva. Con ella no se gana nada, sino que se pierde mucho y a veces todo. Ferenc pápa a Szentlélek szerepéről is szólt az imában. Egli ci ricorda Gesù e lo rende presente a noi. Possiamo dire che è la nostra memoria trinitaria, è la memoria di Dio in noi, ci ricorda. E lo fa presente a Gesù perché non si riduca a personaggio del passato. Cioè lo Spirito porta al presente Gesù nella nostra coscienza. A pápa a szent lelket a tabernákulum mögötti gyertyához hasonlította, amely akkor is ég, ha senki sem látja. A tutti la mia benedizione. Luis Rafael Sacco bíboros Ferenc pápa iraki látogatása során a Szent Atya közelében volt a legfontosabb pillanatokban. Ferenc pápa látogatása megerősítette a muszlimok és keresztények közötti dialógust a régióban. A pápával való találkozás után Ali al-Sistani nagy ajatollah arra szólított fel, hogy a keresztények nyerjenek teljes alkotmányjogi elismerést Irakban. Rendkívüli látogatás volt egy nagyon nehéz időben, a biztonsági okok, a járvány és az irakiak különféle problémái miatt. A vallások közötti együttműködéssel nagyon fontos lenne, hogy le tudjuk győzni a gyűlöletet. Ahogy a pápa mondta, ha egy jobb jövőt akarunk, akkor testvérként kell élnünk. Ha nem, akkor elpusztítjuk magunkat. Dobbiamo vivere come fratelli, altrimenti noi ci distruggiamo. Az utazás feltárta a keresztények sorsát Irakban. 2003-ban még körülbelül 1,5 millióan voltak a régióban. Ma kevesebb, mint 300 ezren vannak.
A háború és az erőszak által elüldözötteket a pápa a hazatérésre kérte. Si potete tornate. Szakó Bíboros szerint a nyugat sokat tehet a keresztények visszatéréséért. Egy egyszerű látogatás, csak hogy kicsit velük legyünk, sokat jelent a keresztényeknek. Ezek adják az erőt a kitartáshoz. És ez egy jel is, hogy nem vagyunk elfeledve, és hogy nem csak egyszerűen célpontok vagyunk. Az iraki keresztényeket az újjáépítésekhez küldött adományokkal is lehet támogatni. Legfőként a munkahelyek megteremtése szükséges, hogy újra felépüljön a keresztény közösség infrastruktúrája Ninive platóin és Kurdisztánban. Emellett vannak mezőgazdasági projektek is, hogy újra legyen termés, mert víz az van bőven a környéken. Ferenc pápa látogatása hatására, ha muszlimok és keresztények együtt tudnak dolgozni az ország újjáépítésén, akkor a remény szikrája újra lángra lobbanhat itt, ezen a Szentföldön. Ferenc pápa iraki látogatásáról folyamatosan pozitív visszajelzések érkeznek a muszlim világból. A Szentatya Ali al-Sisztáni nagy ajatollahhal a síita muszlim világ egyik legismertebb, legfőbb tekintélyével is találkozott Irakban. A muszlimok az Egyesült Államokban úgy vélik, hogy Ferenc pápa látogatásával a muszlim világ két nagy ága között elindulhat a párbeszéd. This visit to the Shia, A síta vezető meglátogatása beteljesíti a Szentatya tetteit, amiket a testvériség érdekében tesz, és amelyek a sítáknak és szunnitáknak is a célja. És ők úgy látják a látogatást, mint ennek a célnak a megvalósulását. Zaid Muhammad Bakir Kashmiri az észak-amerikai síta muszlimok legfőbb tekintélye. Elmondása szerint Ferenc pápa és Ali al-Sisztáni találkozásának pozitív hatása lesz a muszlimok és a keresztények számára is számos országban. Most, hogy a pápa újra Rómában van, a béke hídépítő munkája az egyes vallások tagjaira vár. Ha elszalasztjuk ezt a lehetőséget, akkor kétlem, hogy lesz még ilyen a közeljövőben. Határozottan, pontosan és egymáshoz közel állva kell dolgozzunk azon, hogy még nagyobb békét, még több türelmet biztosítsunk, és szembeszálljunk mindenféle igazságtalansággal. A világ meglepődve fedezheti fel, hogy az elmúlt évek konfliktusai és szenvedései után Irak lehet a párbeszéd és a béke példája. A könyv 120 elmélkedést tartalmaz arról, hogyan ápoljuk a kapcsolatunkat Istennel, hogyan beszélgessünk Jézus Krisztussal nem csak a templomban, hanem mindennapi tevékenységeinkben is. Bele kell helyezzük magunkat az evangéliumba. Ahogy Szent José Mária mondaná, mintha egyike lennénk a szereplőknek, ami nem csak egyszerű képzelgés, hanem Isten igéjének olvasása úgy, mintha nekem szólna itt és most. A prelátus reflexiói nagyon különböző embereknek szólnak. Már maguk a címek is gondolatébresztők. Isten az otthonban, vagy tegyük a világot emberibbé, vagy az egy kérdés az Úrtól. Az elmélkedések az evangéliumok egy-egy részletét használják arra, hogy szembenézzünk a kihívásokkal, és értékelni tudjuk a hétköznapi élet csodáit. Ez a belső csend nem korlátozódik az egyénre. Ez egy olyan csend, amely itt belül indul az emberben, de kifelé sugárzik. Nyitott mindenre, amit az Úr az emberek lelkébe akar helyezni, amely aztán fellobbantja a vágyat, hogy másokat szolgáljunk.
A könyv, amely az Evangélium fényében címet kapta, reményt ad, hogy bátran nézzünk szembe a kihívásokkal. A náci megszállás a vatikáni államtitkárság számára egy féktelen időszakot jelentett. Ez tárja elénk egy új kötet összegyűjtött történetek formájában. Legalább 2800 kérvény érkezett zsidóktól szerte Európából 12. Piuszhoz. A kérések legalább 4000 a hitleri rendszer által üldözöttet érintettek. Ez a meglepő rész. Ezek az emberek a Vatikánban nap mint nap a gonosz vegytiszta megtestesülése ellen dolgoztak. Természetesen sokszor sikertelenül, mert számos alkalommal a kormányok nem működtek együtt, sőt, inkább gátolták az erőfeszítéseiket. Ez volt a helyzet több száz szlovák zsidónő esetében is, akiket prostituáltakként adtak át a náciknak. A Szentszék a nunciatúrával szorosan együttműködve minden diplomáciai lehetőséget kimerített, hogy megpróbáljon véget vetni ennek a helyzetnek, de sikertelenül. Előfordult, hogy a Vatikán tiltakozása éppen az ellenkezőjét érte el. Ezek is kiderülnek a könyvből. Gondosan kellett mérlegelniük minden helyzetet, hogy megállapítsák, mikor kell és mikor nem kell közbelépni. Mert tudták, hogy a nácik gyakran még jobban büntettek, ha valaki felemelte a szabályt. A nuncius eredménytelenül kérte Szlovákia akkori miniszterelnökét, Wojtek Tukát, hogy állítsa le a deportálásokat. A miniszterelnök pestisként apostrofálta a zsidókat és egy csoport gonosztevőként. A nuncius később feljegyzést készített a találkozóról. Semmi sem kiábrándítóbb vagy megalázóbb, mint egy beszélgetés ezzel az emberrel, írja. A könyv szerzője szerint ezért nem tisztességes a Vatikán gyávasággal és közönnyel vádolni a nácik által végrehajtott szörnyűségekkel kapcsolatban. Az összes történelem könyv ugyanazt ismétli. A pápa a másik irányba nézett, és nem segített a zsidókon. Én az olvasók elé egy kisebb levelezést tárok, ami teljesen más színben tünteti fel 12. Piuszt és az államtitkárságot. E anche una curia romana, cioè segreteria di Stato, completamente diversa. Vannak dokumentumok, amik megmutatják, hogy 12. Piusz nem Hitler pápája volt, ahogyan néhányan megbélyegezték. Eugenio Pacelli jó barátja volt az Egyesült Államok elnökének. Hogy mit mutatnak ezek a dokumentumok? Egy személyes barátságot Roosevelt és Pacelli között, ami az 1930-as években kezdődött, amikor Pacelli bíboros államtitkárként az Egyesült Államokba utazott. A szerző a könyvet nem monográfiának szánja a pápa felelősségéről a háború alatt. Sokkal inkább történetek gyűjteményének, ami bemutatja az elhatározást és erőtlenséget, amit 12. Pius és emberei éreztek, amikor életeket próbáltak menteni, miközben nácik táboroztak a Vatikán bejáratánál. A spanyol Raquel del Barrio élete teljesen megváltozott 4 éve, amikor gyermekét Down-szindrómával diagnosztizálták. A Down-szindrómás embereknek egy kromoszómával több van, ami különféle mentális és fizikai kihívásokat okoz. A hír sokkolta Raquelt és férjét, de még inkább meglepődtek az orvosuk reakcióján. Az orvos, aki velünk volt a 20. héten az ultrahangon, egész másként látta a helyzetet. Azt kérdezte, hogy szeretnénk-e a gyermekünket, ha Down-szindrómás lenne. Mi azt válaszoltuk, hogy igen. Nagyszerű, mondta, és elkezdett énekelni a babának, hogy mozduljon meg, hogy mindent jól láthasson. Jó kezekben éreztük magunkat. Raquel tapasztalata arra inspirálta őt, hogy létrehozzon egy Mama Extraordinary, azaz rendkívüli édesanyák elnevezésű csoportot, egy olyan online platformot, amely révén anyukák támogathatják egymást a szülői kihívásokban.
Az extra, az rendkívüli szóban arra a plusz kromoszómára utal, amely a Down-szindrómát okozza. A projekt olyan anyák számára jött létre, akik több információt keresnek az online térben. A cél az, hogy segítsék azokat a terhes nőket és kismamákat, akiknek Down-szindrómás gyermekük született, hogy örüljenek az anyaságuknak. Rockwell szerint építeni kell az emberek tudatosságát a Down-szindróma terén, és még az anyamében elő kell mozdítani a rendellenesség elfogadását. Rockwell és férje életében nagy szerepet játszik a hit. Remény nélkül az életet átalakító események sokkal nehezebbé tudják tenni az életet. Mi megtapasztaltuk a plébánia közösség és a környezetünk támogatását. Azok az emberek tartottak meg a hitünkben, akik imádkoztak értünk úgy, hogy nem is ismertek bennünket. Álvaro most már 4 éves. Rockwell szerint ő tanította meg arra, hogy ne az emberek gyengeségeire figyeljen oda, hanem az erősségeikre, és mindig arra, ami pozitív. Következő adásunkban idén is járványügyi korlátozások a nagyheti szertartásokon, itt a római riportokban.